Vajon gólt szerezett Délceg egykori csapata ellen? Igen, bent van, óriási szerencséje van a Paksnak, ez elképesztő. Kemenes lábak között átsorgott valahogy a labda, teljesen lelassult, és elkezdett forogni a gólvonalon, és aztán úgy döntött, hogy inkább befelé megy, mint kifelé. Délceg góljával vezet tehát a Paks. Nézzük, innen remekül fogjuk látni. A lábával hozzáér Kemenes, csak aztán későn kapcsol, és addigra pont átmegy a labda a gólvonalon. Ritka Mázlis góllal, de vezet a Paks.